Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás január 29-éig. Közeledünk a hónap végéhez, és mint mindig hónap végén megjelenik az ingyenes hírlapom. Erre feljelentkezhetsz, és akkor havonta automatikusan megkapod ezt a hírlapot. Minden hónapban van egy bizonyos téma, amiről beszámolok, azon kívül mutatom a havi angyalt, van egy asztrológiai előrejelzés a következő hónapra, azon kívül mindenki számára, aki megrendeli ezt az ingyenes hírlapot, havonta van egy jóslás asztrológiával együtt fele áron. Ez megrendelhető e-mailen keresztül. Az e-mail címem megtalálható a videó alatt. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, a lelki társad itt van, de ez a férfi is utalhat a párodra. Itt látható az ő tartása, hogy jó indulatú, segítőkész. Itt egy vonalban vagytok, köztetek megjelenik a munka. Lehet, hogy ismeritek egymást a munkahelyről, vagy vannak közös tervek, egy hosszú út, és szeretnétek valamin munkálkodni. Itt előtted, ha te egy hölgy vagy, megjelenik a nagy szerencse, ami útban van hozzád. És ez a gyermek utalhat a gyermekekre, de szimbolizál egy új kezdetet is. Ez az utazás lehet külföldi kapcsolat, egy utazás tervezése, vagy egy belső út, egy lelki kapcsolat, de szimbolizálja a változásokat is. Sőt, itt is megjelenik ez a kép, ami utal változásokra, ez lehet egy költözködés, ez lehet egy munkahelyi változás, vagy valami változik a kapcsolatban, és ezen dolgoztok így közösen. Itt meg lesz az elismerés a munkahelyen is, és meg lesz a megbecsülés kettőtök között, tehát kihat a párkapcsolatra. Itt ez a kártya jelenti a reményt ehhez. Az ő háta mögött megjelenik ez a hamis nő. Tehát van ez a hamisság a háttérben, vagy ez a hölgy utalhat a volt kapcsolatára is. Itt változnak a dolgok, hiszen itt látható ez a változás, azon kívül megjelenik itt a tolvaj, eltávolítja ezt a hamis nőt, és eltávolítja ezeket a negatív gondolatokat. Ő elfordul ettől, tehát nála vannak itt új tervek, új lehetőségek. Itt ez a férfi megjelenik az első sorban, és itt fölötte nincs kártya, tehát nem engedi azt meg, hogy valaki bepillantson a gondolataiba. De itt is látható a képen, fölötte megjelenik a nappali szoba, ami utal az ő otthonára, vagy a te otthonodra, és akkor az azt jelenti, hogy ő tervezi azt, hogy meglátogat téged, vagy szeretné azt, hogy te látogasd meg őt. Itt ez a kártya mutatja azt, hogy itt lesz szerencse a párkapcsolatot illetően, kettőtök között megvan itt a lehetőség, hogy változzanak a dolgok, legyen egy új kezdet, meg legyen a megbecsülés, és itt a szeretet. Mielőtt ez kialakul, és ez az ő terve, ez az ő gondolata, egy ilyen hosszú út, tehát a távolba tekint, mielőtt
lesz itt egy új kezdet, ő még lezárja ezt a hamis kapcsolatot, vagy elbúcsúzik ettől a hamis nőtől. Azon kívül ezek a szomorúságok, ezek a gondolatok, ami nyomasztja őt, szintén eltávolodik, hiszen a tolvaj ellopja ezeket a negatív gondolatokat is. Az is lehet, hogy ez a nő ellopott tőle valamit, és ez, ami őt gondolatban még foglalkoztat, de új irányba tekint. Itt látható egy bíróság, egy hivatalos ügy. Lehet, hogy ebben a helyzetben vagytok, de itt lesz segítség, hiszen ennél a hivatalos dolognál, vagy bírósági ügynél megjelenik egy jó lelkű férfi, aki segít, és itt látható egy jó hír, egy jó kimenetel. Ez a két kártya jelenthet bírósági ügyet, vagy hivatalos dolgokat, de azt is jelentheti, hogy a múltban voltál egy olyan helyzetben, ami igazságtalan volt, és mivel itt megjelenik a munka kártyája, ez lehet a munkahely, hogy rosszul bántak veled, kihasználtak téged, sok igazságtalanság történt, de itt javul a helyzet, hiszen ez a jó lelkű férfi segít neked, ez lehet a főnököd is. Hiszen itt úgy látom, hogy munkáról van szó, és ez a levél lesz egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés. Az is lehet, hogy ez lezárul, hiszen lesz egy munkahelyi változás. Itt látható a változás, itt a munka, és ez utalhat az ő helyzetére, vagy a te helyzetedre. Tehát erre is lehet számítani, hogy lesznek változások. Megkapod az igazságot, valaki segít neked, ő lezár bizonyos dolgokat, összejöttök, lesz találkozás, egy jó kimenetel a szerelemben, és javul a helyzet a munkát illetően. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderra!